Sziasztok! Hát mai órán örülnék, hogyha néhány szép dologra emlékeznénk. Váratlanul ért, hiszen az ember dolgozik, és akkor egyszer csak felhívják, vagy megkeresik, hogy elfogadom-e ezt a díjat, hogyha nekem adnák a 2020 művésztanára díjat az egyháztól. Váratlanul ért, és nem számítottam rá. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk még az országban, akik sok és nagyon komoly munkát végzünk, tanárok és művésztanárok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok kollégának adhatták volna ezt a díjat. Tiszta Quint, nagyon jó. Harmadik. Nagyon jó. Ugye eredetileg szolfézen elmélet szakos, énekzene szakos tanár vagyok, és karnagy. És a civil munkám, a szolfés tanárság, a Király König Péter Zeneiskolában, ami itt van Szegeden, egy nagyon patinás, nagyon színvonalas intézmény, hihetetlen kollégákkal. És emellett a férjem baptista lelkész, és emellett neki segítek a szolgálatában, és azt a talentumot, amit Isten rám bízott, ezt próbálom, és próbáltam mindig is kamatoztatni a gyülekezeti életben, kórus vezetés főleg, és a zenei életben. Természetes volt, hogy az ifjúságban, főleg amikor fiatal voltam, akkor segítettem, beálltam, énekeltem, kicsit szakértettem, amennyire lehetett, és ez így folyamatosan ment az életünkben. És akkor Debrecenben, amikor a gyülekezetben szolgáltunk, akkor láttam azt, hogy nagyon sok fiatal szívesen énekelne ilyen dicsőítő énekeket is, és viszont a dicsőítő csoportban csak egy-két énekes szokott lenni. De annál sokkal több fiatal szeretne énekelni, dicsőíteni Istent, és szolgálni a hangjával, és akkor ezért ott hoztam létre először a Gaspar kórust, és énekeltünk ilyen énekeket velük. Egyébként ugyanazzal a zongoristával, aki már itt Szegeden is a zongoristánk. És amikor átköltöztünk Debrecenből Szegedre, akkor egyből elém állt az egyik egyetemista kislány, hogy akkor mikor kezdjük a próbákat? Ez volt szeptemberbe. És akkor októberben Marton Róbert kollégámmal együtt hoztuk létre az ökumenikus Gaspar kórus, és azért ökumenikus, mert abban a pillanatban már az ifjúságból olyanok is csatlakoztak, akik nem feltétlen baptisták, hanem metodisták, katolikusok, reformátusok, Golgota gyülekezet, meg kisebb egyházakból, és akkor így jött létre a szegedi Gaspar kórus. Neked jó jött, hogy a világ végén? Hát jó, szóval szerintem. Szerintem? Szerintem? Hát én úgy van. Jó. Aha, így nem úgy lenne. Aha, jó. Zene azért zene, mert nem lehet szavakban kifejezni azt, amit lehet kapni a zenétől. Tulajdonképpen a protestáns teológusok Lutherrel az élen már meg is említik, hogy a szavakon túl a zene az, ami visz a szívekhez szól. És én is azt látom, hogy gyógyító ereje van a zenének. És a gyerekeken is látom az iskolában, hogy bejönnek, fáradtak, esetleg húzódoznak, hogy miért kell nekik most már még ide is jönni, és aztán az óra végére meg teljesen felvillanyozódnak, kikapcsolódnak, és ezt a szülőktől is kapjuk ezeket a jelzéseket, de ugyanez az énekarral és a kórussal, hogy oda megyünk a próbára, és amikor vége van a próbának, akkor nagyon kicserélve egyszerűen, nagyon jó hangulatban és felfrissülve tudunk
hazamenni. És hát persze ehhez, hogyha egy házi kórusba jár valaki, a lelki része is nagyon sokat ad. A zene, az akkordok és együtt a szöveggel együtt egyszerűen életre kelti számunkra az igét és ezeket az üzeneteket, amelyeket hordoznak ezek az ünnepek. És van olyan ének, speciálisan például nagypénteken szoktuk énekelni, ami egyszerűen, én emlékszem azokra a pillanatokra, amikor az énekarosok sírtak és könnyeztek, miközben énekeltük. Olyan énekarosok, akiket soha nem láttam sírni. De ott akkor láttam, hogy valami történt. De ez a főnökség, sokszor az emberek irigylik, hogy hú, ahogy a főnök. De nagyon nagy felelősség, és nagyon kemény az, hogy olyan döntéseket kell hozni, ami sok embert érint, és hogy jól döntsünk, hogy vigyázzunk rájuk, hogy akár olyan apróságok, hogy olyan művet válasszak, ami nem teszi tönkre a hangjukat, vagy úgy legyen beénekelve, vagy olyan sorrendben rakjuk azokat a műveket, ahogy énekeljük. Az idejükre odafigyelni, hogy azért ne raboljuk feleslegesen egymás idejét, de mégis a legtöbbet hozzunk ki egymásból, vagy hogyha valami utazás van, akkor annak a megszervezése. Tehát ezek nagyon komoly dolgok, és a másik, ami a karnagynak nagyon fontos szerepe, hogy szembeáll a kórussal, és bátorítanunk kell őket. Tehát bátorítanunk kell, ahogy szemben állunk, és nagyon magabiztosnak kell lennünk, hogy merjenek belépni mondjuk, amikor behintünk, hogy ne az legyen, hogy az van a kórus tagban, hogy most vajon jól int be, vagy nem int be jól? És most merjek-e belépni, mert jókor int, vagy nem? Szóval ilyen komoly felelőssége is van, és ezért is kell magabiztosságot mutatni, hogy merjenek bennem bízni, meg bennünk a kollégákban, akik ebben dolgozunk, merjen a kórus énekelni. Például az is, hogyha én rajta bizonytalanságot látnak, abban a pillanatban nem mernek énekelni. Tehát a hangerő is múlik. Tehát nekem mondták többen is, hogy lehet hallani, hogy ki vezényel. Nem is kell néznünk, hanem már abból halljuk, hogy ki vezényel, hogy ki hogyan énekel a kórus. Én azt gondolom, hogy inkább a tisztaság fontos. Tehát, hogy úgy álljak a kórus elé, hogy nincs az életemben olyan fajta bűn, vagy olyan fajta dolgok, amelyek hiteltelenné teszik az életemet. Én szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy most bizonytalan vagyok, vagy vannak-e kérdéseim, vagy vannak-e problémáim. És hogyha vannak problémáim, akkor meg el tudom nekik is mondani akár, hogy most ez történt, imádkoztatok értünk, vagy a barátnők, akik benne vannak sokszor a kórusban is, és akkor ők tudják, hogy mi zajlik, és mögöttem állnak ilyen szempontból is, lelkileg is. De nyilván azért ez fontos, hogy valamilyen szinten azért lelkileg is legyek vezetője a kórusnak. Ezt kell mondanom, hogy áldott vagyok én is, és mi család. Édesapám akart opera énekes lenni. Én nem erre a pályára készültem, én karvezetésre szerettem volna menni.
érettségi után, de hát mivel oda is kellett azért énekelni, éneket tanulni, ezért az akkori tanáraim mindig azt mondták, hogy hát Andrea magának nem háttal kell állni a közönségnek, mint egy karmester, hanem forduljon szembe a közönséggel, és nyissa ki a száját, aztán jöjjön ki belőle az, ami, az, ami akar. Úgyhogy igen, ez egy hosszú vívódás, és egy igazán mély kapcsolat volt a jó Istennel, hogy akkor viszont én átadom neki azt a dolgot, hogy helyezzen ő oda, ahol ő látni akar engem, és egészen döbbenetes volt, hogy mihest az ember ezt le tudja tenni őszintén, és nem a saját maga álmait kergeti, egészen elképesztő, hogy milyen dolgok történhetnek vele, és hogy milyen simán és akadálymentesen kerültem erre a pályára. Hogyha jó Isten akkor ezen a pályán akar látni, akkor én ezért mindent megteszek, hogy minden próbára felkészülten, hogy nagyon tanulni fogok, hogy időben tanulni fogok, tehát hogy tényleg mindent megteszek viszont azért, ami ehhez a pályához szükségeltetik. Az ember, hogyha több ezer fős közönség elé kiáll, azt alázat nélkül nem is lehet. Tehát vagy pedig én nem ilyennek születtem, vagy nem ezt hoztam otthonról, de én tanárként is ma már azt tanítom a növendékeimnek, hogy ha a szakmai alázat nincs meg az emberbe, akkor ezt a pályát talán nem is érdemes csinálni, hiszen az, hogy mi a színpadon állunk, az egy hatalmas kiváltság. Ez egy hatalmas kiváltság, és ezzel visszaélni, vagy hogy az ember saját maga mutogatására használja, az visszacsap. Azonnal visszacsap. Díjakra nem számítunk, de hát természetesen minden díjnál elgondolkozik az ember, hogy tényleg amit csinál, amit szívből csinál, meg amire elhivatást érez, azt úgy látszik, hogy mások észreveszik. És talán az, hogy a baptista egyház, ahova én beleszülettem, ahol anyatejjel szívtam magamba az életet, meg az életre való felkészítést, ők úgy gondolták, hogy én ezt a baptista egyház által alapított művészeti díjat elnyerhetem. És azt hiszem, a baptista egyház nagyon híres is arról, hogy igazi, nagyra becsült, komoly zenészeket adott ennek a pályának. És tulajdonképpen én is a nyári baptista egyházi tanfolyamoknak köszönhetően döntöttem el, hogy zenei pályára készülök. Egy szerep megformálását úgy kell fölfogni, mindazonáltal, hogy az ember heteket, sőt, van olyan darab vagy olyan szerep, amivel hónapokat vagy akár egy évet is eltölt, mire megtanulja, mert hát olyan fajsúlyú és olyan nehéz, vagy olyan hosszú, vagy olyan komplikált, és ahhoz, hogy az ember már a színpadon tényleg csak azzal foglalkozzon, hogy a karaktert megformálja és hiteles legyen, ahhoz ugye el kell telnie ennek a hosszú időnek, viszont a másik oldalon meg ott van az a jó része, hogy tulajdonképpen a szószoros értelmébe kell egy kis infantilizmus ehhez az egészhez. Tehát, hogy az ember ne a saját maga gátjait akarja a színpadon legyőzni, hanem igazából tényleg 100%-osan azt az adott karaktert, ami nem is biztos, hogy egy alázatos karakter. Tehát kellett nekem nagyon gyűlöletes hölgyeket is, vagy akár fiúkat megformálni, de azért az ember azt tudja, hogyha lemegy a függöny, és beül az autóba, és hazavezet, akkor már ugyanaz az ember, mint akkor volt, mikor a függöny szétment. Tehát azért ez egy jó dolog, hogy mi játszhatunk. Főpróbáztunk az Eiffel-csarnokban, egy másnap lett volna a premierje a Dead Man Walking című operának, és hát már a főpróbát ugye úgy csináltuk végig, hogy aznap lezárták. Tehát, hogy aznap jött ki a kormányrendelet, hogy másnaptól minden lezárva, és akkor úgy csináltuk azt a
főpróbát, mint hogyha tényleg az utolsó csatára mentünk volna valamelyik nagyon nagy várvédő háborúban. De utána egy héttel később én bennem az csapódott le, hogy tulajdonképpen a Jóisten valamit szeretne üzenni. Tehát az egész bolygónak, az egész földkerekségnek, hogy egy kicsit stop, valószínűleg túlmentünk, lehet, hogy erkölcsileg, morálisan, vagy egyáltalán a tiszta bolygó ellenében, és hogy talán át kéne gondolni dolgokat, és ez csak úgy lehet, hogyha az emberiség leáll egy kicsit. Házba tud énekelni az ember, akkor viszont nem is szabad másképp, hanem csak úgy, hogyha az ember őszintén megnyitja azokat a lélek csakrákat, és azon keresztül üzen. Tehát van egy ilyen is bennem, hogyha otthon, hazai körbe, tehát egy gyülekezetben tudok énekelni, vagy egyáltalán a baptista környezetben, az is egy másfajta Melát Andrea, és egy egészen másfajta, azt hiszem, amikor a színpadon állok. De sok mindenben hasonlít, de a szakmai létben nem lehet ilyen egyértelműen a saját magam létét kifejezni. Egedűs Ádám vagyok, rajongok a régészetért. Az elmúlt években sok lelőhelyen és múzeumban megfordultam. Részt vettem régészeti programokban. Keresztényként ugyanakkor mindig is a Bibliához köthető régészeti emlékek érdekeltek a legjobban. Sokan talán azt gondolják a Bibliáról, hogy inkább a mítoszok vagy a legendák témakörébe tartozik, és nem gondolják azt, hogy valódi eseményekről van szó, de hogyha egy kicsit megvizsgáljuk ezt a kérdést történelmi régészeti szempontból, akkor viszont azt találjuk, hogy nagyon sok olyan emlék van, amelyet ha megismerünk, akkor a Bibliában lévő népek, történetek, események, szereplők megelevenednek, és valódi emberként állnak előttünk. Dávid zsenialitása abban állt, hogy nem a maga erejét állította szembe a látszólag legyőzhetetlen ellenféllel. Nem a maga lehetőségeit és képességeit hasonlította össze Góliátéval, hanem a végtelen erővel és hatalommal rendelkező Istenét. Ebből a pozícióból pedig nyugodtan mondhatta Góliát szeme közé a következőket. Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapata Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma, az égi madaraknak és a mezei vadoknak adom. Én egyfajta rajongója vagyok ennek a témának, és néhány barátommal még évekkel ezelőtt létrehoztunk egy történelmi hagyományőrző csapatot, ennek az a neve, hogy Seregek Ura Bibliai Multidézőkör, és hát néhány ügyeskező mesterrel, vagy az ő segítségükkel gyakorlatilag legyártattunk ugyancsak másolatokat. Itt kerámiákról beszélünk, például olyan bibliai népek kerámiáiról, mint a filiszteusok, vagy természetesen az izraeliták, illetve egyiptomiak, de fegyvereket is készítettünk, illetve ékszereket is, csak hogy a legérdekesebb leleteket, vagy leletmásolatokat említsem. És így ezeket gyakorlatilag, ha megnézzük, akkor már egy nagyon gazdag leletcsoport van itt Magyarországon, ami megismerhető, amiről lehet forgatni, ami látványos és érdekes. Ezt egy kicsit megfűszereztük harci jelenetekkel, hogy érzékeltessük azt, hogy milyen lehetett a bibliai időkben a csata, és egy kis szervező munkát tettünk hozzá, mert kiderült például, hogy a szilvásváradi állami ménesgazdaságban van hát római szekér, vagy hát majdnem olyan, tehát mondjuk az ókort idéző szekér. És elmentünk oda, megengedték, forgattunk, és azonnal bejött ez az ókori hangulat például, amikor erről ez volt a téma.
vagy Magyarországon a Dunántúlon vannak ókori, hát római freskók, és kerestünk freskót, freskós termet, ami egy kicsit megidézi azt az első századi hangulatot, ami gyakorlatilag a római birodalom bármely területén előfordulhatott, vagy elő is fordult, magánvillában, vagy adott esetben egy hivatali épületben, mint egy helytartói palota. A Biblia sokszor tanít bennünket Isten hatalmáról, olyan csatákon keresztül, melyekben népe legyőzhetetlen ellenféllel került szembe. Újra és újra elénk tárva azt az igazságot, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen. Miért pont a Galileai tengernél csinált ennyi csodát Jézus, és miért pont ott tanította az ő munkájának a jelentős részét, miért oda koncentrálta? És amikor egy praktikus szempontból nézzük ezt a dolgot, akkor az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha Jézus most Magyarországon lenne, mondjuk a történelmi korok valamelyikében, hogy ő hol jelenne meg és hol tanítana? Szerintem a Balatonnál. Azért, mert hogyha sok embert meggyógyított és sok embert megetetett, tehát nagyon sok csodát tett, és már ahogy az evangéliumokban számos alkalommal olvashatjuk, gyakorlatilag zaklatták Jézust, tehát nem volt neki egy nyugodt perce, sőt, amikor meggyógyított embereket, felhívta a figyelmet Jézus, megparancsolta a meggyógyítottnak, hogy ne szólj erről senkinek, mert tudta, hogy mi lesz a következménye, hogy az egész környékről mindenki odaáramlik. És amikor már teljesen kezelhetetlen volt ez a dzsembori, akkor gyakorlatilag Jézus és a tanítványai beszálltak a hajóra, és elmentek. És az az embertömeg nem tudta őket követni, tehát magyarul megszöktek. Tehát volt egy menekülési útvonal a Jézusnak a Galileai tengerben, hogy gyakorlatilag amikor már tényleg nem tudta ezt az egész helyzetet kezelni, vagy nem lehetett, akkor viszont egérutat nyert. Nyilván nem azért, hogy megszökjön az emberek elől, hanem azért, hogy tudjon pihenni. És ez az evangéliumban sokszor le van írva. Nem értjük. Gyakorlatilag első olvasatra olyan nagyon furcsának tűnik ez az egész. De amikor ilyen praktikus szempontból olvassuk, akkor viszont már teljesen más, olyan valósággá válik ez az egész, olyan reálissá. Isten Dávidon keresztül megmentette a népet a vereségtől és a szégyentől, mint ahogyan az korábban, és ezt követően is számos alkalommal megtette. Általában az emberek hite nem attól függ, hogy olvas egy történelmi, ókori történelmi dokumentumot, hanem az Istennel való személyes kapcsolat az inkább egy, ja, hát a hiten múlik teljes mértékben. Ugye a Bibliában azt a különleges mondatot olvassuk, az Isten szavát, hogy próbáljatok meg engem. Ez egy felhívás az Isten részéről, hogy a Bibliában szereplő ígéreteket az ember, ha elhiszi, és elkezd kialakítani egy személyes kapcsolatot Istennel, hiszen a Bibliában minden le van írva, azzal kapcsolatban, hogyan lehet Istenhez közeledni, és számos ígéret, akkor viszont, ha az ember a hit próbáját ma az életében mondjuk úgy, hogy utána jár az Isten kérdésnek, és megpróbálja az Isten, akkor azt fogja tapasztalni, hogy Isten őt személyesen ismeri, hiszen őt teremtette, ő alkotta meg, és teljes mértékben tudja az ő útjait, a lelkét, a személyiségét, és olyan módon közelít hozzá, és olyan módon mutatja be önmagát az Isten az egyénnek, hogy az a számára bizonyító erejű. Főpap az áldozati állatvérével bement a Szentek Szentjébe, megállt a szövetség ládája előtt, és a vérrel meghintette azt. Ennek a szertartásnak a lényege abban állt, hogy Isten a nép bűneiért nem az embereket sújtotta, hanem az őket jelképesen helyettesítő áldozati állatot. Az egész szertartás ugyanakkor Jézus Krisztus kereszthalálával nyert igazán értelmet és vált teljessé, a bakok vére ugyanis nem törölheti el az emberek bűnét. A bakok vére viszont előremutatott Jézus kereszthalálára és kiontott vérére. A forgatás az nagy élmény volt, jó csapattal dolgoztam, dolgozhattunk, Bakos Dávid az egésznek a rendezője, operatőre, vágója. Nagy élmény volt együtt dolgozni, igazából a ismeret az pár év, mire az emberre rárakódik, és amikor összeáll a kép, akkor viszont már gyorsan halad minden. Pár hónap alatt leforgattuk ezt a 6 részt, és az elsőleges forgatási helyszínünk a budapesti Ráda utcai Biblia Múzeum volt, ahol a legkiemelkedőbb leleteket forgattuk, de forgattunk Akvinkumi helytartói palota emlékeit bemutató múzeumban. Jártunk Tatán, a Kunidomokos múzeumban, ahol egy freskós teremben, egy római freskós teremben forgathattunk, illetve
egy magánkőbányában is eljutottunk, ami azért érdekes, mert egy meglehetősen kopár, mészköves, ugyanakkor nagyon szép tájat tudtunk így Magyarországon bemutatni, ami viszont ugye egyértelműen ugye a közel-keleti tájat idézi meg, és ott is tudtunk forgatni, illetve ugye a Szilvásváradi Állami Méhnászgazdaságban is jártunk. Azt mondom, hogy nagy élmény volt, és kevés álmatlan éjszakát jelentett, inkább örömteli nappali munkavégzésről beszélhetünk.